Márciusban bejelentette a kormány, hogy ingyenessé teszik a jogosítvány szerzést a középiskolások számára, azonban most itt vagyunk júliusban, és a mai napig nem lehet tudni pontos részleteket, és ezügyben itt az EFOT résztvevőit fogjuk kikérdezni, hogy nekik mennyibe került a jogosítvány szerzés, illetve mit gondolnak erről az intézkedésről. Nektek van jogosítványatok? Van, igen. Nincs. És miért nincsen, ha megkérdezhetem? Nem volt rá idő. Idő? És hallottál arról, hogy a középiskolásoknak ingyenessé teszik a jogosítvány szerzést? Nem. Nem, és neked, hogyha megkérdezhetek, hogy lehet ilyen kellemetlen kérdésem, mennyibe került nagyjából? Hát én, nekem nagyon drága volt, mert eléggé szoroktatom volt, hát nem tudom, egy olyan... 200 ezer forint körülbelül. 200? Hát már régen volt, de akkor volt, igen. Van-e jogosítványatok? Most csinálom. Nekem van. És azt megkérdeztem, hogy nagyjából neked például, hogy hol tartanak a költségek, illetve hogy neked, hogy mennyibe került, hogy lehet egy ilyen borzasztóan rossz kérdésem. Hát egyelőre most kezdek vezetni, még nem volt egy órám se, szóval a Kressz volt, az oktatás 50 ezer, a vizsga meg 4000 valamelyik. Nálam úgy volt, én csak annyira emlékszem, hogy nálam még 5000 volt a vezetési óra per óra, de azt hiszem most drágább. Most 9000 egy óra. És arról hallottatok, hogy most a középiskolásoknak ingyenessé tennék a jogosítványt? Valamit olvastam ezzel kapcsolatban, de már nem érvényes, szóval hagytam a francba. Én nem hallottam róla. Van jogosítványom, igen. És nagyjából mennyibe került megcsináltatni? Hú, hát azért már egy jó pár éve megvan, nem tudom, 300 ezer körülbelül, egy ilyen 7 éve, igen. És arról hallottál, hogy a középiskolásoknak most ingyenessé szeretnék tenni a jogosítványt? Igen, hallottam róla. És mit gondolsz az intézkedésről? Hát igazából most legalább ennyiben segítek őket, ez már nem tudom. Van, igen. És nagyjából mennyibe került megszerezni? Hí, hát szerintem ilyen 300-350 körül. És arról hallottál, hogy a középiskolások számára ingyenessé tennék a jogosítvány szerzést? Igen, hallottam. És tudsz egyébként erről így részleteket? Részleteket nem, annyit tudok, hogy pont kikerültem onnan, mire ez bejött. Eddig nagyon érdekes válaszok születtek, de még folytatjuk itt a nagy hőségben, úgyhogy gyertek velem. Van-e jogosítványatok? Nincsen. És egyébként középiskolában vagytok? Igen. 14. osztály, mind a ketten. És arról hallottatok, hogy a középiskolások számára most ingyenessé szeretnék tenni a jogosítványt? Hallottunk. És tudtok erről ilyen infókat, hogy erre hogy kell jelentkezni, mit kell semmi csinálni? Semmi nem tudom jelentkezni. Hát én ilyeneket hallottam, hogy olyan helyre, kijelölt helyek vannak, ahol már oktatnak Kresszt is, és csak is ott lesz ingyenes maga a Kressz, azt fedezi az állam. Így tudom. Mit szóltak ez az intézkedés? Ezt támogatjátok? Támogatjuk. Legjobb dolog. Van jogosítvány. És ha lehetne ilyen kellemetlen kérdésem, nagyjából mennyibe kerül megcsinálni? Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából nem emlékszem. De azért ilyen több százezer forintból. Nyilván, igen. És arról hallottál, hogy a középiskolásoknak ingyenessé teszik a jogosítvány szerzést? Még nem, de ezt jól tudni. Igen, és helyesnek tartod jó intézkedésnek? Hát alapvetően szerintem nincs ezzel probléma. Van-e jogosítványatok? Igen, mind a kettőnek. Igen, mind a kettőnek. És nagyjából mennyibe került megcsináltatni így az egészet szakmában? Már ez már jó pár éve volt. Én 21-ben fejeztem be, és akkor mivel sok plusz órát kellett venni, szerintem 600 000 forint körül. Hát nekem annyi azért biztos nem.
de szerintem így ilyen 250. Akkor ilyen több 100 000 forint. Mm-hmm. Az igen, és arról hallottatok, hogy a középiskolásoknak ingyenessé teszik most a jogosítványt. Igen. Igen, azt igen, igen. És a részleteket tudtak róla, vagy... Azt már nem nagyon, mivel mi nem jártunk már középiskolába, így nem nagyon néztünk már annak utána. És egyetértetek egyébként az intézkedéssel? Igen, egyébként persze, hogy fiatalokat támogatni mindenféle dologban, akár legyen a jogosítvány szerzésekben, egyetértünk, persze, igen. Sőt, hát még örülnék, hogyha most már egyetemistáknak is lehet. Na jó, mondjuk én más sem vagyok, ő még mindig az. Mint a válaszokból az kiderült, nagyon kevesen lettek tájékoztatva erről az intézkedésről. A Mi Hazánk ifjai több sajtótájékoztatóban, valamint akciók révén felhívta a figyelmet, hogy ez az intézkedés egyébként jó, és támogatjuk is ezt az intézkedést, azonban szeretnénk kérni, hogy tájékoztassák megfelelően a diákokat. És köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, írjátok meg kommentben, hogy ti mit hallattatok erről az intézkedésről, és kövessétek a Mi Hazánk ifjai közösségi médiáit. We'll be right back.